Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában szó lesz a nagyecsedi isznótorosról és a panyolai farsangról, de a Józsefvárosi Irodalmi Kör születésnapját is megünnepeljük majd. Olvasó próbát és kiállítást is mutatunk, sokszínű lesz a mai műsor, kezdjük a sort a mándoki helytörténeti gyűjteménnyel, amely több mint 3000 darabból áll. Letűnt korok, lassan feledésbe merülő tárgyai, fényképek, iskolai tablók, népművészeti alkotások. Mándok közösségi háza ezeknek ad otthont immár több mint egy évtizede. Mikor kezdődött ennek a helytörténeti gyűjteménynek a kialakítása, és milyen indítatásból? 2005-ben felújításra került az épület, azelőtt 1958 és 2002 között általános iskolaként funkcionált, és 2002-ben bezárásra került, majd egy sikeres pályázat kapcsán 2005-ben felújították, immár mint közösségi ház kezdtünk el működni. Akkor a polgármester úr megkért, hogy próbáljak összeszedni néhány régi dolgot, és próbáljunk berendezni, hát ha sikerülne egy termet berendezni. Ez a gyűjtés 2,5 hónapig tartott, amikor is már összegyűlt az egy teremre való, és onnantól kezdve folyamatosan gyűjtögetünk. Ma már több mint 3000 darabos a gyűjteményünk. A relikviák ma már az egész épületet belakták, a tárgyi emlékek mellett pedig érdekes helytörténeti vonatkozású kötetek is megjelentek. 2002-ben elindultam egy idegen forgalmi tanfolyamon, és ott azt a feladatot kaptam, jelzem munkanélküliként, azt a feladatot kaptam, hogy mándokról kellett írnunk, és én az egyszerű ember úgy gondoltam, hogy megyek a könyvtárba, és majd kimásolok valamit. Aztán szembesültem azzal, hogy íródott 1974-ben egy nagyszerű könyv, a Tiszakönyök történelméhez című könyv Tóth Endre tollából, viszont azóta semmi. És ezen felbuzdulva én kezdtem el kutatgatni, és beadtam végülis a dolgozatomat erre a tanfolyamra, és ott egy kedves főiskolai tanár, dr. Hanusz Árpád tanár úr, ő mondta azt nekem, hogy ebből egy nagyszerű monográfia lenne, és ennek kapcsán én elindultam ezen az úton, és hát 5 könyvem jelent meg Mándok helytörténetéről. Ez az 5 könyv milyen témákban jelent meg? Sok mindent felölel, tehát igen, a község, akkori község történetét, a benne lévő intézmények, a forgáskastély, a történelmi események, 56-os forradalom, második világháború, a gimnáziumi éveket, tehát nagyon-nagyon sokrétű. Most az utolsó 2 könyvem az elmúlt évben jelent meg, a mándoki ízek és a mándok népművészeti kincsei. Ugye az egyik egy receptkönyv, a másikban pedig több mint 200 darab kézi munkát dolgozok fel, mégpedig olyan formában, hogy a gyűjtéseim során rájöttem arra, hogy általában 99%-ban ezekben a kézi munkákban a rózsa motívum dominál. Tehát itt a rózsa motívum az a népművészeti forma, ami teljesen jellemző mándokra, és én ezeket a népművészeti kincseket dolgoztam fel ebben a könyvben. Miért fontos önnek, hogy ezek az emlékek továbbra is éljenek? A kiállítás is azért jött létre, hogy tartsuk meg az utókor számára, de én mindig attól félek, hogy ezzel történik valami, és akkor mégsem lesz, és én úgy gondolom, hogy amit tudok, meg amit megszereztem ismereteket az idősebbektől, azt könyvformájába kellett azért öntenem, hogy az utókornak, az unokáimnak ez megmaradjon. Mutassuk be egy picit a gyűjteményt, hogy mit láthatnak az ideérkezők, hogy van a tárlat kialakítva.
nagyon sok mindenünk van, tehát nagyon sok fajta a gyűjteményünk, kezdve a kis butortól a nagyobb butorig, láthatók ugye a butorokból is kredenc, komód, sifon, stalázsi, mehetünk tovább a szövésvonásnak az eszközei, kézimunkák nagyon nagy számban vannak, kézimunkáink, mégpedig komoly abrosz, falvédő és vőfékendünk gyűjteményünk van. A vőfékendünk ugye településünkre jellemző népművészeti alkotás, hiszen a lakodalmi menetben a férfiak, legények még mindig viselik ezt a kendőt. Melyik az egyik legrégebbi ilyen darab, ami található a gyűjteményben? Van egy halotti leplünk, aminek a készítése 1800-as évekre tehető. Amikor valaki megérkezik ebbe a gyűjteménybe, akkor rögtön különleges épületeket láthat, ami rendhagyó, azért egy helytörténeti gyűjteménynél ez nem mindennapos. Ezek hogyan készültek és miket ábrázolnak, miket mutatnak be? Templomot látunk, mégpedig 4 templomot. Az egyik az teljesen fából készült, a Cerkó elnevezésű kis görög katolikus fatemplom, aminek az eredetiét 1971-ben elvitték Szentendrére a Szabadtéri Múzeumba. Ezt iskolai karbantartók segítségével készítettem. És van a másik 3 templom, ami a ma is itt lévő templomokat mutatja be. Ez egy 2 évvel ezelőtti adventi kiállításra készült. A gyűjteményben egy fotótárat is berendeztek. A régi képeket folyamatosan gyűjtik a kiállítás bővítéséhez. Gyűjtést szerveztünk régi fotókból, amit vissza is adtunk tulajdonosaiknak, viszont szkenneltük, nyomtattuk, és ebből nyílt egy kiállítás. Régi helytörténeti dolgok, régi képeslapok vannak a gyűjteményben. Sokan, akik betérnek hozzánk, fedezik fel a nagyit vagy a dédit ezeken a képeken. Szép emlékek. Nem csak a múlt emlékei láthatók itt, hanem aktív közösségi élet is zajlik itt Mándokon, és az itteni alkotó közösségek munkáiból is láthatnak ízelítőt az ideérkezők. A Mándoki Amatőr Alkotók Közösség, ez 20 főből áll, nagyon sokrétű a tevékenységük. Vannak köztünk festők, mézeskalácsozó, papírfonó, horgoló, gyertyaöntő, textilszobrász, hímző, csuhés, van faművesünk, hát remélem senkit nem hagytam ki, nem sértődik meg érte, de nagyon sokrétű a csoport tevékenysége. A kiállítás egészében látogatható, de októbertől áprilisig hivatalosan zárva van az épület, mivel nem fűtik. A művelődési házban vagyunk, a művelődési ház itt van közvetlenül a szomszédságban, és előzetes bejelentés alapján egyébként, tehát ilyen időszakban is fogadjuk a vendégeket. Február 3-án érdemes kora reggel érkezni Nagyecsedre, ekkor rendezik ugyanis a 16. lápi disznótorost, vendégünk Veres Csaba. Jó estét, szervusz Csaba! Gondolom, hogy már nem ezen a héten, hanem bizony már jó pár hete, vagy akár hónapja is készültök erre a rendezvényre, főleg azért, mert ugye azért ennek már van hagyománya a településen. Készültek el valami rendkívülivel, vagy lesz-e valami változás a korábbi évekhez képest? No, hát idén már 16. alkalommal kerül megrendezésre, valóban február 3-án a lápi disznótoros rendezvényünk. 2008 óta folyamatosan bővítjük, próbáljuk egy olyan valóban hagyományát tenni ezt a rendezvényünket, ami a széles közönség számára elérhető, és nagyon messziről is várunk embereket. Hogy újabb lesz-e, vagy valamiben lesz-e valami változás idén? Talán annyiban, hogy megpróbálunk olyan kulináris élvezeteket bemutatni a kilátogató embereknek, vagy a kilátogatók számára, amivel talán még nem találkoztak.
Most kivételesen lesznek füstölt húsáruk is bemutatva, ami eddig nem igazán volt jellemző, mert ugye egy disznótoroson általában ugye a frissen elkészített disznótoros termékeket mutatjuk be, és itt ugye különböző csapatok vesznek részt, különböző területekről, tájegységekről, például határon túli testvértelepüléseink is részt fognak venni. Úgy ők teljesen másképpen készítik el ezeket a, akár a hurkára, akár a kolbászra, vagy a toroskáposztára gondolunk, más ízvilággal, másképpen, más hagyományra épülve és máshogyan. És idén is jelen lesz Villányból egy csapat, aki szintén ugye onnan hozza, Baranyából hozza el ezeket a ízeket, amiket ők ott ismernek, illetve ők náluk hagyomány. Tehát akik kijönnek, valószínűleg ebben a nagy iszkavalkádban egy valódi, igazi kulináris élvezetre számíthatnak. Akkor egészen biztos vagyok benne, hogy ilyenkor a diétát félre kell tenni, és erre a napra koncentráltan húsevővé válni, és megkóstolni mindenféle finomságot. Említetted ugye, hogy különböző ízek, de hát ugye az ember azt gondolja, hogy a disznótoros, tehát egy húslevest, egy toroskáposztát tényleg csak egyféleképpen lehet elkészíteni. Van-e olyan, hogy a csapatok esetleg elsajátítanak egymástól különböző fogásokat, és mondjuk egy következő esztendőben már ők is úgy főzik mondjuk az adott ételt? Nos, hát az igazság, hogy nincsen igazán kikötve, hogy ki mit készítsen, de természetesen, mivel a résztvevő csapatoknak lehetőségük van arra, hogy zsűrizésre leadják az elkészült ételeket, ezért valószínűsítjük, hogy lesz olyan csapat is, aki nem csak kurkát, kolbászt és hagyományos disznótoros készít, hanem ezzel ellentétesen. Például a Perecsenyi, Ukrajnából származó Perecsenyi testvértelepülésünk, lévő testvértelepülésünk, például többnyire saslikot készít, de valószínű, hogy akik másra vágynak, hogy más szeretnének, azok is megtalálják majd itt a számításaikat. Hogy kell elképzelni magát az egész rendezvényt? Tehát hány órakor érdemes mondjuk kilátogatni annak, aki az első pillanattól kíváncsi a részletekre? Hát a maga program az ugye reggel 6 órakor kezdődik, gyülekezéssel, és hát természetesen a fogópálinka elfogyasztásával, ami elengedhetetlen kelléke ugye a disznótoroknak, hiszen az alkohol szint emelkedésével érzi meg a disznó, ugye, hogy itt ma valami nem olyan, mint ami egyébként általában szokott lenni. Mindenkit várunk egyébként szeretettel egy fogópálinka elfogyasztásra. Ezt követően, de ekkor már a zsűri jelen lesz, és a csapatokat ugye a zsűrizi, a szúrást magát, innen elindul a sejtések feldolgozása, és a nap folyamán folyamatosan készülnek a disznótoros ételek, amit a zsűri folyamatosan ellenőriz és pontoz. 10 órakor lesz hivatalosan a megnyitója magának a rendezvénynek, köszöntőkkel, helyi csoport fellépésével, és aztán 13 órától kerül sor a Bittó Duo fellépésére, aki hát igazából valószínűleg már akkor felfokozott hangulatot tovább fogja még egy picit fokozni, és 13:30-ig van lehetőség a csapatoknak leadni a zsűrizendő ételeket, majd pedig egy órával később a zsűri eredményt hirdet, és hát reményeink szerint ezzel még ha nem is ér véget a nap, mert valószínűleg azért egész késő estébe szokott ezt torkollani, még azért ugye a mulatozás kis dáridózással zárul ez az egész kis ködös bulival. Lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen az első nagy rendezvénye Nagyecsednek. Hogy alakul a 2024-es esztendő? Lesz-e még ilyen nagy durranás? Hát 2008-ban ez úgy indult az egész rendezvény, hogy egy baráti társaság ötlete volt egyébként. Ők még úgy gondolták, hogy barátilag próbálják megoldani ezt az egészet. Aztán a település önkormányzata is beszállt, a művelődési ház civil szervezetek beszálltak, és egyre inkább bővült ez a rendezvény folyamatosan. Egészen addig, hogy most körülbelül 20 csapat fog részt venni. Ettől már sokkal többet nem igazán szeretnék, mert az már túlnőné a rendezvényünket. És körülbelül ez az a mennyiség, amit ugye elbír még a rendezvényünk. És megpróbálunk mindig olyan csapatokat hívni, de általában ez önkéntes. Tehát baráti társaságok, civil szervezetek, intézmények csapatai,
Hát általában, akik kedvet éreznek, vagy szeretnének disznótorosan részt venni, azok vesznek részt ezeken a rendezvényeken. És az év további részében milyen tervek vannak? Az év további részében is szervezünk nagyobb volumenű rendezvényt. Ilyen lesz majd június elején az Ecsedi Lábfesztiválunk, amire szintén nagy szeretettel várunk majd mindenkit. Aztán a Szatmár határok nélkül rendezvényünk, ami még szintén ilyen kiemelt rendezvényünk. Ezen kívül a Gypsy Fest elnevezésű rendezvény is meg lesz tartva, úgy ahogy a tavaly évben volt először megrendezve. És aztán mi még tartunk Mikulásvását és több helyi kisebb rendezvényt, ami már nem ennyire szélesebb körben ismert, de nagyon sok dolgunk lesz még, úgyhogy az év további részében is. Hát akkor ehhez jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy nagyon sokan ott lesznek, és megkóstolják ezeket a finom nagyon ízeket. Nagyon szépen, köszönöm. Február 3-án. Köszönöm szépen. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk az év állatainak bemutatását. Orbán Zoltán jó voltából következzen a 2024-es év hala, a réti csík. A csíkok azok nagyon különleges helyet foglalnak el a magyar, még a gasztrokultúrában is. Egykoriban ezeket a kistermetű halakat hihetetlen mennyiségben tudták fogni az ártéri, az árvizek után visszamaradt töbrökben, kubik gödrökben, speciálisan varsával fogták ezeket a tényleg elképesztő nagyságrendben és mennyiségben, és akkor különböző módon ették például a csíkos káposztával ezeket a fajokat. Sajnos ugye esetükben is, mint a magyarországi halállomány jelentős részében, nagyon nagy gondot jelent a klímaváltozás, különösen az ilyen árvízei öntésterületekből visszamaradó töbröket, kubik gödröket kedvelő fajoknál, vagy a kis vízállásokban élő halfajoknál, ugye ezek kiszáradnak, és hát még talán ennél nincs nagyobb problémát kezd jelenteni az idegenhonos vízi életformák, fajok betelepüléseit, nem csak halakra, hanem akár rákokra is gondolni kell. Magyarországon talán a legkisebb vízfolyásokat is ideértve nincs olyan természetes vízünk, ahol ne lenne legalább néhány, vagy akár jelentős számban idegenhonos faj. Tehát alapvetően az idegenhonos fajok megjelenéséért szerintem 70-90%-ban a lakosság felelős. Azok a felelőtlen, mondjuk akvaristák, haltartók, ráktartók, akik megunják az állataikat, és akkor azt mondják, hogy akkor kiviszem és elengedem. Ez óriási problémát jelent, ugye így kikerülnek a természetes vizekbe oda nem való állat- és növényfajok. Emellett vannak olyan tényezők is, amik szintén óriási és globális problémát jelentenek. Itt elsősorban a nemzetközi kereskedelmi hálózatokat kell megemlíteni. Például a hajós szállítással, amikor mondjuk bele Dél-Kelet-Ázsiában ballasztvizet szív fel néhány száz tonnányit mondjuk egy hajó, megnyitva a hajófenék szelepeit, beengedi mondjuk a tengervizet vagy az édesvizet valahol Dél-Kelet-Ázsiába, és az a hajó utána eljön Európába, felúszik, beúszik a Dunára, beúszik a nagy atlanti-óceáni kikötőkbe, ott a ballasztvizet kiengedi, és akkor már mindjárt bekerülnek így vízi szervezetek az európai vízi ökoszisztémába, és ugye korlátlanul elkezdenek szaporodni, de alapvetően nyilván mondjuk egy hajóval nem nagyon fog gyorsan, illetve általában elterjedni mondjuk egy bükki patakban ilyen idegenhonos élőlény. Ezért nagyon fontos a felvilágosítás és a kommunikáció, illetve bizonyos fajok esetében már törvényi szabályozás is született, tehát bizonyos ékszerteknős fajokat például most már azt hiszem jóval több mint 10 éve tilos Magyarországra behozni állat és állatkereskedésekben forgalmazni. A következő percekben a Móricz Zsigmond Színházba látogatunk el, ahol nemrég kezdődtek a Don Juan olvasópróbái. Don Juan nevét szinte mindenki ismeri. Évszázadok óta a csábítás megtestesítőjeként tekintenek rá költők, írók, zeneszerzők.
A vakmerő és ellenállhatatlan szerelmi kalandor történetét a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház állítja hamarosan színpadra, Horváth Illés rendezésében. Ez a színdarab, ez nagyon nagy múltra tekint vissza, számtalan feldolgozása volt már, tehát hogyha csak a legismertebbekre gondolunk, hogy a Molière-nek a drámája, illetve Mozartnak a Don Giovanni operája, de hát rengeteg feldolgozása van neki mindenféle műfajban, ami arról tesz tanúbizonyságot, hogy olyan kérdéseket feszeget a színdarab, ami az emberiséget minden korszakban és a társadalom minden civilizációs szakaszában érdekesek voltak. Ezek nem csak társadalmi kérdések, hanem egészen metafizikai síkokra is terelődik a téma, tehát itt nagyon nem is az, hogy mit üzen a mának, ez azt jelenti, hogy ennyi feldolgozása van valaminek, hogy minden korszaknak üzen valamit, és minden korszak megkeresi és megtalálja benne a saját olvasatát. Úgyhogy az emberiség és az ember miben létének alapvető kérdéseit feszegeti. A világirodalom emblematikus férfi szerepének eljátszására a rendező Klem Viktor színművészt kérte fel, aki még kezdő színészként találkozott Molière legendás alakjával. A Színművészeti Egyetemen kellett foglalkoznunk egy bizonyos kurzuson belül, egyébként párhuzamosan több Molière anyaggal, és akkor kötelezően a Don Juanból is kellett jeleneteket választani. Én akkor Sganarellel is próbálkoztam, aki ugye az állandó társa és fegyverhordozója a Don Juannak, de csináltam Don Juan jelenetet is. Hát az emlékem és az élményem általában véve Molière-rel az, hogy jó, sűrű, nehéz és olyan absztrakciós színházat kíván, ami elgondolkodtatja és próbára teszi a színészeket és a színházcsinálókat. A szerep pedig valahogy a filmes és tévés munkáimon keresztül azt hiszem, hogy szinte kikerülhetetlenül közelített szép lassan az elmúlt évek során felém, mert valamiért ebbe a gazember karakterbe, akit folyamatosan nők vesznek körül, vagy mindent megtesz azért, hogy nők vegyék körül, sikerült majd, hogy nem egy picit beleskatujázódni, persze ezt nem hagyom, de kétségtelen, hogy ez a karakter, vagy ez a skatúja, vagy ez a körvonal, ez eléggé így megtalál, és ilyen szempontból nem csodálkoztam, sőt nem, hogy nem csodálkoztam, hanem nagyon is örültem ennek a felkérésnek. Ráadásul egy nagyon-nagyon szimpatikus társulat van, nagyon-nagyon ilyen fiatalos és lendületes hozzáállással dolgoznak a Horváth Illés, aki az előadást is fogja rendezni, és itt a művészeti vezető, úgyhogy kíváncsian várom a munkát. Magyar színházi produkciókra nem jellemző, hogy ennyire alapos és előre végig gondolt produkciós tervek készül egy színház az évadra, és már egy évvel ezelőtt, már több mint egy évvel ezelőtt fölhívott Illés, hogy ez a produkció ugyancsak 2023-at írtunk, de egy évvel később 2024 januárjában tervbe lett véve, és valószínűleg megvalósul, és hogy volna kedvem Don Juant játszani a Don Juanban, és akármennyire is vannak bizonyos praktikus megoldandó feladatok Budapest és Nyíregyháza között, például a távolságot illetően, és a 6-7-es félig leköltözést illetően, tehát mindenképpen itt azért egy életviteli ilyen áldozatot kell hozni, amikor az ember vendégjátékot vállal, de ezeken a praktikumokon nem gondolkodtam el, hanem azonnal neki futásból rávágtam egy nagy igent. A rendező nem egy adott történelmi korba helyezve képzelte el a színdarabot, és a szövegkönyv is nagyban eltér Molière eredeti művétől. Ugyan az első Don Juan írás, ami született, ez a barokk korszakba helyezi a történetet, emiattől eltérünk, tehát nem lesz egy exakt módon történelmi korszakba helyezett előadás, de ugyanakkor nem is lesz mai. Erre azt szoktuk mondani, hogy anakronisztikus környezetben játszódik majd a történet, tehát hogy jelmezek lesznek, látványos jelmezek lesznek, kosztümszerű jelmezek lesznek, de nem egyértelműen egy adott történelmi korszakban elhelyezve. Meglehetősen belenyúltunk Nórával a tartalomba. Ha százalékos arányt mondok, szerintem 60% maradt ebből az eredeti Molière, és annak is köszönhetően, amit említettem, hogy nagyon sokféle feldolgozása volt már az irodalom történet során a Don Juannak, ezért volt miből meríteni, volt miből inspirálódni, és saját szövegek is kerültek bele. A Don Juan című színdarabot február 24-én láthatja először a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Farsangi Táncházba várják a mulatozni vágyókat január 29-én a Klub Hollywoodban. Ördöngös füzesi táncot tanít 8 órától Bétó Sebastian és Lakatos Éva. Szatmári Kalota Szegi Széki és más táncokat is kipróbálhat bárki. A rendezvény ingyenes.
A Nyírbátori Városi Galériába is érdemes ellátogatni, február 2-án nyílik Petrócki Ákos önálló kiállítása. A festő és grafikus művész a legkülönbözőbb témákban alkot, ezekből gyűjtött össze egy csokorral. A kiállítás megtekintése ingyenes. Táncház, önfeled szórakozás, incsiklandó étel, kóstoló, vendégvárás patyus jelleggel. Így ünneplik Borbányán a farsangi szezont. A fergeteges hangulatról a Bakos zenekar gondoskodik. Mindez február 3-án Nyíregyházán a Borbányai Művelődési Házban. Ingyenes kubai szalsza bemutató óra lesz Nyíregyházán február 8-án a Váci Mihály Kulturális Központban. Kortól és nemtől függetlenül bárki belekóstolhat ebbe a fűszeres, pörgős, vidám, felszabadult táncba. Nem csak a testet mozgatja át, a stresszt és a szorongást is csökkenti. H. Német Katalin grafikus művésznek nyílik kiállítása február 9-én a Nyíregyházi Városi Galériában. A Szemmagasságban című tárlatot székhelyi elit festőművész nyitja meg. A természet és a társadalom kölcsönhatása a galéria összes termében látható lesz. A grafikus művész mai napig aktív, ezeket és a kezdeti alkotásokat is megtekinthetik az érdeklődők. 5. alkalommal várják forradboros disznóságok a február 10-én Tokajba érkezőket. Látványdisznófeldolgozás, házi pálinkák és forradborok, tradicionális édességek és kézműves vásár. A hangulatról Lakatos János gondoskodik, a napi menü pedig disznó a fülétől a farkáig. Február 10-én a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra szatmári alakoskodó farsangi felvonulás lesz Nyíregyházán a Józsavárosban. Gyülekező már 14 órától a Szent Imre gimnázium melletti focipályán. 14 óra 30-kor pedig útnak indul a farsangi felvonulás, aminek a végén fánk és forró tea várja a mulatságon résztvevőket. Számodra mit jelent a magyar cirkuszművészet és a solymászat? Láttad már a mohácsi busókat, vagy ettél már Molnár kalácsot? Élő örökségeink címmel hirdettek alkotói pályázatot általános és középiskolások számára. A grafikákat, festményeket A3-os méretben február 15-ig várja a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Február 17-én rendezik meg Nyíregyházán a hagyományos ápolók és gondozók futását, ezzel 4. alkalommal tisztelegnek Kossuth Zsuzsanna előtt. 4 kilométeren lehet sétálni vagy futni, a sportosabb résztvevőket pedig egy 8 kilométeres futótáv várja. Nem csak szociális és egészségügyi dolgozók vehetnek részt a programon, családoknak is aktív és tanulságos kikapcsolódás lehet a színes kísérő programoknak köszönhetően. Régiség, piac és zsibvásár várja a Tokajba érkezőket március 2-án. A szlogán nekem már nem kell, másnak hát, ha még jó lesz. Közel 30 árus várja a tokai zsibongókat. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe. A híradó után jövünk vissza a Józsavárosi Irodalmi Körrel és a Panyolai Farsanggal. Maradjanak velünk! 2024 úgy tűnik a kerek évfordulók éve. Még mindig januárt írunk, de már számos egyesület jubileumáról beszélgettünk. A soron következő a Józsavárosi Irodalmi Kör, amely idén 15 éves vendégünk, vezetőjük Radecki Tamásné. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát tulajdonképpen tolmácsolnám már rögtön az elején a tagoknak is, hogy szívből gratulálunk, és kívánunk nekik nagyon aktív és örömökben és katarzisban teli éveket még, hiszen azért azt gondolom, hogy ez az elmúlt 15 év, ez nagyon-nagyon sok emléket és szép pillanatot rejt. Hozott nekünk két olyan naplót, amivel azért kezdjük, mert én úgy gondolom, hogy a mai világban ritka kincs az, hogy egyrészt minden esemény meg van örökítve, másrészt pedig ennek azt látom, hogy szinte minden egyes év fontos találkozói kézzel írott jegyzőkönyv formájában, és nem is egy, hanem több kötet. Hát akár ez is érdekes lenne, hogy így beleolvassunk, de sajnos a műsoridőnk nem olyan régi, vagyis nem olyan hosszú, úgyhogy inkább egy picit a régebbi időkbe térjünk vissza. Milyenek voltak a kezdetek 15 évvel ezelőtt? 2009. január 28-án alakult meg az olvasókör, amely a Fiúk könyvtárban működött, és a könyvtárosnak a vezetésével Simon Gabriellával tevékenykedtünk,
A fiúkönyvtár 2012-ben bezárt, és utána új otthont kellett keresnünk. Ez először a Nyírség Alapítvány könyvtár volt, de a tagok száma emelkedett, és ezért kinőttük a könyvtár termét. A Józsavárosi Művelődési Ház fogadott be bennünket, de amikor átalakították az alapítványi könyvtárat, és visszahívtak bennünket, akkor szívesen mentünk, mert a profilunkhoz jobban illett a könyvtár. A könyvtárnak a vezetője, igazgatója, Onderó Szilárd, és a könyvtáros Csabai László nagy örömmel fogadott, és azóta is mindenben a rendelkezésünkre állnak, a technikától kezdve a terem berendezésig, sőt maguk is író, költő emberek részt vesznek a műsoraink összeállításában, illetve közreműködőként is a műsorokban. Nehéz volt összeverbúválni azt a, ha mondhatjuk, kemény magot, akik azért hosszú éveken át hűségesek maradtak ehhez a körhöz? A tagoknak a száma folyton bővült. Először 13 fővel indult a kör, most jelenleg 55 főnél tartunk. Természetesen nem mindenki tud megjelenni, mert ki a nagymamai tendők miatt, ki a betegsége miatt, vagy elutazás miatt nem vesz részt, de egy olyan 35 fő állandóan részt vesz az összejöveteleken, és ők közülük kerülnek ki az előadók is, hiszen több pedagógus van, elsősorban a pedagógusok vállalják ezt a feladatot, de vannak külső előadóink is. Itt Halmai Árpádtól, aki a Rákóczi Szövetségnek a vezetője, Hídi Lászlóig, a református lelkészig, és ezen belül írókig, költőkig részt vesznek az összejöveteleinken. Az összejöveteleinknek a célja elsősorban a magyar nyelvnek az ápolása, az irodalom szeretőknek az összefogása. Lehetőséget adunk arra, hogy a körnek a költői bemutathassák a köteteiket, hiszen több is van belőlük. Első vezető 11 évig Vaskóné dr. Sülei Nona volt. Sajnos betegsége miatt nem vállalhatta tovább ezt a feladatot, de ő maga jogász volt, irodalombarát, 12 év alatt 4 kötete jelent meg, és nagyon értő vezetője volt a körünknek. Pagonyi Szabó János szintén több kötettel jelentkezett már. Bognáti Márta már meghalt ugyan, de ő is bemutatta a kötetét. Újabban pedig szintén vannak olyan fiatalok, akik bemutatkoznak, mert nem csak az idősebb korosztálynak szeretnénk megismerni a verseit, a gondolkodását, hanem a fiatalabbaknak is. És Onderó Szilárd rendezésével, illetve mint producer működött közbe a Rimes 12 című filmnek a létrehozásában, és onnan hívunk meg szintén fiatalokat, akik bemutatkoznak, megismertetnek a verseikkel, és megismertetnek a gondolkodásmódjukkal. Meg azt gondolom, hogy az utánpótlás itt is nagyon fontos, mert ahhoz, hogy egyszer majd a 30. jubileumról lehessen beszélni, ahhoz nyilván fontos, hogy azok, akik számára az irodalom kincs, azért valamilyen módon ennek a körnek tagjai legyenek. Hogyha valaki még esetleg soha nem hallott a kör működéséről, és mondjuk most már az élete egy olyan szakaszba lépett, ahol belefér az, hogy egy picit többet olvasson, vagy akár ilyen előadásokon egy picit művelje, csiszolja a tudását, mikor vagy hogyan lehet csatlakozni a körhöz? Bárki jelentkezhet. Minden hónap utolsó szerdáján 10 órától rendezzük az összejöveteleket a Nyírség Alapítvány könyvtár termében. Szeretnék még egy-két specialitásunkról is szólni, mert nem csak, hogy előadásokat tartunk, hanem színházi előadásokon is rendszeresen részt veszünk. Például Debrecenben, vagy Miskolcon, vagy többször voltunk Pesten, de a helyi Móri Zsigmond előadásain is rendszeresen részt veszünk, szeretünk kirándulni. A Nyírség Alapítvány jóvoltából eljutottunk Tiszabelcerre, Kótajba, a Szabolcsi Földvárba, még Munkácsra is. Befejezésként, amikor az előadásokat megtartjuk, akkor pedig terített asztal vár bennünket, mert a
tagok biztosítják a finom süteményeket, és utána, amikor az előadásokat megtartjuk, akkor egyrészt az előadásról is szót ejtünk, de magánjellegű beszélgetéseket is folytatunk. Úgyhogy szívesen járnak ide a tagok, és bárkit szeretettel várunk. Bízunk benne, hogy mi ezzel a kis beszélgetéssel ehhez hozzájárulunk majd, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk a Körnek, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, kiállításokban nem csak Nyíregyháza bővelkedik, így év elején nemrég Máté Szalkán is nyílt egy különleges tárlat januári látkép címmel. Egyedül maradtam, nem maradt nekem más. Egyedül maradtam, nem maradt nekem más. Csak szó végi kurzor villogás. Hatvanat üt, egyedül maradtam, nem maradt nekem más. Máté Szalkán a Magyar Kultúra napját nem egy napig, hanem mondhatni egy egész hétig ünneplik. Ennek apropója ez a mai kiállítás is, ahol helyi alkotók mutatják be műveiket. Hogy jött létre ez a rendezvény? Miért tartjátok fontosnak, hogy megjelenjenek a helyi alkotók? A Magyar Kultúra napjai sokféle műfajt tartalmaznak, a színházat, a zenét, a táncot, a bűvészetet, az irodalmat, stb. És természetes helye van a képzőművészeteknek is. Ilyen értelemben véve egy nagy büszkeség számunkra, hogy ebben a kisvároskában 22 alkotó tudott ma este kiállítani a képzőművészetek területén, és különböző műfajokban. Mennyire nehéz összehívni ezeket az embereket? Ez egy rendkívül könnyű munka ma már, mert intenzív kapcsolatot tartunk több mint egy évtizede ezekkel az emberekkel. És tulajdonképpen kialakult egy olyan szokásjog, hogy aki bármilyen, nem is bármilyen, de ha egy bizonyos szint fölött műveli ezt a dolgot, akkor kiállíthat a DNS galériában, és ez így van jól. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy sokkal közelebbi a kapcsolat. Nem az, hogy minden nap találkozunk, meg minden nap megváltjuk együtt a világot. Egészen egyszerűen tudnak rólunk, tudunk róluk, tartják a kapcsolatot szellemileg, lelkileg a kulturális központtal, és ez így van rendjén. Milyen munkák láthatóak itt? Most a kiállítás milyen alkotásokat tartalmaz? Nagyon széles palettán tudják megmutatni, hogy mire képesek a helyi alkotók, a gyöngyfűzéstől egészen a festészetig, de egy fantasztikus fából és vasból készült óra is kiállítást nyert, ezt csak azért mondom, hogy egy esernyő is, egy horgolt esernyő, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, és egy-egy műfajon belül rendkívül izgalmas a dolog. Együtt viszont az én megítélésem szerint fantasztikus. Meddig látható ez a tárlat? Terveink szerint egy hónapig lehet látogatni ezt a tárlatot. A DNS galéria azért egy különleges hely, mert nem csak galériaként működik, hanem sok más fajta rendezvény van ebben a teremben, és ezzel hihetetlenül sokan meg tudják nézni ezeket a kiállított értékeket. Az én fotós munkásságomnak egy szerves része a portréfotózás és a glamour fotózás, ugyanis a pályafutásom alatt én nagyon sok esküvőt is fotóztam, meg stúdióban is fotóztam, és én igyekeztem eljutni profi fotósoknak a workshopjaira, és Európának több csodálatos helyszínén fotóztam meseszép modelleket díjnyertes esküvői ruhatervezővel, a Halász Évával, és most, amit hoztam, az egyik utolsó ilyen helyszínünkről való képeim. Santorini szigetén fotóztunk 6 napon keresztül meseszép modelleket, és én most tudatosan ebből az anyagból hoztam 4 fotót, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudják azt, hogy én nem csak élményfotós, tájfotós vagyok, ugye Izland, Feröer, stb., meg úgy
hogy Európába szoktam leginkább ugye túrázni, és most tudatosan ezt a világomat szerettem volna egy picit megmutatni, egy kis bekukkantást nyerjenek a látogatók, és megleptem vele nagyon sok embert, hogy nem tudták, hogy én ezzel is foglalkozom, és eddig úgy tűnik, hogy tetszenek ezek a típusú fotóim is. Hát nyilván profi modellekkel dolgozni, akik főállásban ezzel foglalkoznak, nekünk fotósoknak fantasztikus életünk volt a workshop során, mert nem kellett túlmagyarázni a modelleknek, hogy mi a tenderjük, mert ők tették a dolgokat. Úgyhogy fantasztikus élmény egy ilyen fotózáson részt venni, és ennek eredményeként fantasztikus fotók születnek. Tehát itt nincs rossz fotó, itt csak a bőség zavara van. Tehát amikor válogattam ezt a négy képet, tehát egyszerűen több estén gondolkodtam, hogy jó, de hát több ezer képből hogy lehet kiválasztani akár kettőt vagy hármat, és hát nagy nehezen nem ezek mellett, a képek mellett döntöttem, és azt gondolom, hogy pontosan az a szépség, tehát ami körbevesz bennünket, ugye a természeti környezet, a tájaknak a szépsége, és hogyha ebbe elhelyezünk még egy csodálatos modellt, és ez legyen hölgy vagy férfi, én most úgy hoztam mind a kettőből, és azt gondolom, hogy így ez egy olyan egység, és egy fotósnak tényleg ez egy kánaán. Tehát én ezt kielveztem, ezt a workshopot teljesen. Milyen érzés a lakóhelyeden egy kiállításon részt venni, hiszen az ország számos területén láthatóak a képeid, és most itt Máté Szalkán. Ez mit jelent számodra? Nyilván nagyon jól érzés, tehát amikor most is a felkérést megkaptam, hogy hozzak anyagot erre a komplex kiállításra, akkor nyilván megtiszteltetésnek érzem. Jó leső érzés az, hogy az embert számon tartják, és hogy azon kevesek közé tartozom, akiknek a szabad ideje az részben az alkotással telik. Nyilván sokan vannak még a városban, akik még lehet, hogy soha nem mutatták meg magukat, szóval szerintem lehet ezeket a rejtett tehetségeket még fel kellene kutatni, de jó leső érzés azon kevesek közé tartozni, akik alkotunk valamit, és én, ahogy korábbi kiállításomról is jöttek a visszajelzések, nagyon-nagyon pozitívan fogadták azt, amit csinálok. Tehát, hogy egy picit kinyitom az ablakot a világra a képeimmel, hogy elutazik más is velem arra a helyszínre. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, mert nem mindenkinek adatik meg az, hogy eljusson ilyen helyekre, és én pedig szeretem ezeket az élményeket megosztani. Biztos van benne büszkeség is, de bennem inkább az, hogy hadd lássa más is. Jubileumi 10. hagyományőrző farsangra készülnek Panyolán, vendégünk az állandó pulyaszedő, a település polgármestere, Muhari Zoltán. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szia, jó estét! Hát lassan mondhatjuk azt, hogy ez a jelmez már tulajdonképpen rád ég, vagy legalábbis egy állandó eleme vagy ennek a rendezvénynek. Mikor öltötted először magadra a pulyaszedő jelmezt itt az elmúlt 10 évet, ha tekintjük? Már rögtön az elején? Most leveszem a bajuszomat, az álbajuszomat, mert tulajdonképpen a beszédet megkönnyítené, de a menetben végig rajtam van, és ebbe maskarázom, ebbe incselkedem, és ebbe járom. Hát én úgy emlékszem, hogy az elejétől kezdve egyébként. Tehát ezt a maskarát, vagy ezt a pozíciót akkor fedeztem fel egyébként a Szenkeparti nagyvásáron, láttam ezt a figurát. Ott még ráadásul ez a jó régi időben volt, egy cigányember csinálta, hogy szedte a pulyát, vagy itt a pulyaszedő, van-e rossz pulya eladó, és akkor egy zsákba, ő is, mint ahogy én is hoztam ezt a zsákot, viszem a vállamon, és ijeszgetem a gyerekeket. Természetesen nyilvánvalóan egy vicc az egész, de bizony vannak olyan kicsi gyerekek, akik megrettennek, míg el nem árulom, hogy nem viszem el őket.
Figyelj, most akkor vald be, hogy vannak olyan gyerekek, akik éveken, évek hosszú sora, vagy akik évekig hosszantartó terápiára járnak a pulyaszedő miatt. Annál is inkább nem így van, mert a családomban is, tehát a családunk is négy tagú gyermeket nevel, úgyhogy van éppen elég pulya otthon, hogyha ezzel a szó hasonlattal akarok élni. Úgyhogy ez inkább csak egy nyilvánvaló egy alakoskodás, hiszen a mi farsangi felvonulásunk abban más a modern kori farsangoktól, hogy felvállaltuk, fölvettük ezt a identitást, megőrző eseményt, ami arról szól, hogy alakoskodunk. Tehát az alakoskodásnak az, tehát a hagyományos értelemben alakoskodunk, és nem a modern értelemben, hiszen ennek az a lényege, hogy állatalakoskodók, emberalakoskodók beöltözve, mint ahogy ezt 50-es, 60-as évekből látjuk, és filmeken is Újvári professzor gyűjtéséből, néprajzkutató gyűjtéséből merítettük, ugye próbálunk azokra az elemekre visszamenni. Ezt látják is most a nézők, igen, itt korábbi események képeit, jól beöltözve, és ahogy látjuk ott Panyolán éppen azért egy havas, igazi, kemény, farsangi időjárás. Hát végül is ennek az a lényege, hogy elűzzük a telet, de azért nem így volt ez egészen, az elemek és a figurák igen, de ez egy házba, általában a fonóba történtek ezek az események, hogy bementek a férfiak, beöltöztek tollasnak, huszárnak, mi egymásnak, medvének. Uh-huh. A medve az egy nagyon különleges alakoskodó, és nagyon nagy odafigyelés is érdemel, mert szalmából van föltekerve az egész ruhája, és ugye ő ijeszget, és van egy medvepásztor. De ezeket a figurákat mi ezekből a gyűjtésekből merítettük. Még egyszer mondom, ezek fonó jelenetek voltak. Egyébként Panyolán vettek föl egy dokumentumfilmet, ez a Basilides Abris 1960-ban, meg is van még az épület, ahol ez zajlott, és én azt gondolom, hogy nem csak ma már nem csak a mi szórakozásunk kedvéért tesszük mindezt, hanem a hagyományt is szeretnénk ápolni, és pont a dolgozóknak mondtam, amikor most egy megbeszélést tartottunk, hogy most mi őrizzük a hagyományt, ezt érezze át mindenki, amikor bebújik valakinek a gúnyájába, vagy éppen valamilyen szolgálatot tesz. Hát, aki járt már Panyolán, az tudja, hogy nem csak a pálinkájáról, hanem a vendégszeretetéről is híres a település, és Panyolán jó lenni, jó enni, jó inni, és különböző programokon részt venni, úgyhogy ilyenkor azért nem csak a munkatársak és a település lakói érzik jól magukat, hanem hát azért, ahogy nyaranta is mondjuk sokan látogatnak oda, akik a környéken élnek, vagy éltek, vagy a szülők élnek, úgy gondolom, hogy ezért ez a farsangi esemény is sokakat vonz. Hát most például az idei felvonulásunk február 3-án lesz egyébként, délután 2-kor, de aki oda fárad mondjuk délre, az biztos, hogy valamilyen disznótoros ételhez fog jutni. Erre most nagyon készülünk, mert rengetegen jelezték, hogy jönnek, és már tavaly is éreztük, hogy határeset volt a készülődésünk, de most már busszal is jönnek, pont Nyíregyházáról is hívtak, hogy jönnének egy busszal. Úgyhogy elég nagy létszámot várunk, illetve készülünk. Vágunk egy disznót előtte, ilyenkor ezeket feldolgozzuk, és ezt kínáljuk, majd ezt árusítjuk is, és persze fánkot is, és persze pálinkát is fogunk fogyasztani, hiszen hideg lesz, vagy ha nem is lesz annyira hideg, akkor is kell egy kis, hogy is mondjam, belső tűz. Úgyhogy ezeket egyébként, mint szamosháti tájegységi érték ma már a panyolai hagyományőrző farsang, és ennél fogva más településekről is jönnek felvonulni, és itt talán ez a plusz büszkeségem, hiszen magát a farsangi jeleneteket a Szamosparti Nyugdíjas Klub elevenítette föl már a 90-es évektől, tehát mi már még később 10 évvel, most 10 éve, hogy mi ezt így fogalmaztuk át, hogy kivittük az utcára, és úgy tűnik, hogy ez egy sikeres kezdeményezés lett, mert több településről is jönnek felvonulók is, és egyébként vendégek is a Szamos mentéről. Úgyhogy ez egy
integrált, vagy egy integrációs tevékenység is, hiszen nem mindenki csinálja ezt otthon, de ha már mi csináljuk, akkor ide csatlakoznak. Ráadásul ugye 10 éves jubileum, úgyhogy nagy buli, nagy parti, nem is csoda, hogy sokan kíváncsiak. Sok népzenével, esti órákban pedig a kultúrházban néptánccal fogunk zárni. A felvonulás során több helyszínen megállunk, és ott hol gyerekek, hol felnőttek, valami produkciót fogunk előadni, illetve kóstolás lesz az utcán. Úgyhogy aki hozzánk elfárad február 3-án, az egy olyan menetbe vesz részt, ami visszavarázsolja egy icipicit a múlt század közepére, és még ráadásul még jól is lakhat, és még jól is érzi majd magát köztünk. Így van, és maradandó élményeket szerez magának és egy családjának. Zoli, köszönjük szépen. Én köszönöm, várunk mindenkit szeretettel. Január 21-én volt a Magyar Kultúra napja. A központi ünnepséget ezúttal is Szatmárcsekén tartották, ahol Schwarz Zoltán hegedűművész játékát is hallhatták az érdeklődők. Ebből következik most egy részlet, ezzel zárjuk a mai víkendet. Thank you.
Kedves nézőink, én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, ez volt mára a Weekend. Jövő héten folytatjuk a Kálai gyűjtemény legújabb kiállításával, és téma lesz a házasság hete is. Tartsanak velünk, addig is kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok Önöknek, viszontlátásra!